Fegyverneki Zsófi, a magyar női válogatott kosárlabdázója. A pécsi kötődésedet nem is lehet látogatni. Hazatérsz Pécsre a portugálok elleni válogatott mérkőzésre. Milyen érzések kavarognak benned? Nagyon örülök neki, hogy Pécsre rendezik ezt a meccset. Nagyon szeretik itt játszani. A múltkori meccsünkön a szlovákok ellen is fantasztikus hangulat volt, úgyhogy amikor megtudtuk, hogy itt lesz ez a mérkőzés, akkor az egész csapat és én is nagyon örültünk. Bízom benne, hogy ugyanolyan sokan lesznek, és ugyanolyan hangulat lesz, mint a múltkori válogatott meccsen, és hogy hasonló eredmény is születik. Illetve azért remélem, hogy annál egy kicsit nagyobb különbséggel tudunk nyerni, de hogy mindenképpen nyerni tudunk. Neked mennyire van még a fejedben, a zsigeredben a Lauber Dezső sportcsarnok? Hát én azt hiszem, hogy ezt az ember azt az érzést és azokat a mérkőzéseket, amiket mi itt játszottunk, azt nem lehet elfelejteni, tehát ez egy életre megmarad, ez egy olyan dolog, amit már nem vehet el az embertől senki. Azóta sok minden változott azért, de én úgy éreztem, hogy ezen a múltkori válogatott meccsen talán kicsit visszajött az a régi érzés, ami itt volt ebbe a csarnokba, hogy rengeteg ember volt, együtt szurkoltak, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy talán ez a válogatott össze tudta hozni a pécsieket, és úgy éreztem, hogy tényleg hasonlította a hangulat arra, ami régen volt. Körtné Vandászlottal egészült ki a válogatott a nyári felkészüléshez képest. Mennyire kavarta meg a rendszert, mennyire kellett beilleszkednie, mennyire érzitek egymást a pályán? Hát most azért még egy napja vagyunk itt, tehát még senki nem tud azért annyira jól együtt dolgozni a másikkal. Mindenki a klubjából jött, más szisztémákból, más rendszerekből. Ez ugyanúgy igaz Kortnira, mint bárki másra, aki itt van a csapatban. Ő egy nagyon intelligens játékos, ezt tudni kell róla, tehát Amerikában is ő azért tud olyan jó lenni, mert azért a fizikai adottságait tekintve nem egy extra fizikai adottságú játékos, viszont a játék intelligenciája és a gondolkodása az tényleg olyan szinten van a pályán, hogy ez kiemelkedő. Én azt gondolom, hogy nagyon jól fogjuk tudni őt használni. Egyébként emberileg is egy nagyon rendes lány, kedves. Én már ismertem őt régebbről is, játszottunk egymás ellen többször. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez rendben lesz. Én nem gondolom, hogy ebből bármi probléma lehet. Mi lehet a kulcsa a portugálok elleni remélt győzelemnek? Hát szerintem az, hogy amit mi szeretnénk játszani játékot, és amit ez alatt az egy hét alatt megpróbálunk begyakorolni, hogy ezt minél jobban meg tudjuk valósítani, és nyilván speciálisan a portugálikra is fel fogunk készülni az, hogy ők fizikálisan nagyon jók elsősorban, és ezekben a dolgokban meg tudjuk őket állítani, tehát támadó lepattanóba, indításokba, ilyesmikbe, tehát ezek az ők erősségeik, úgyhogy ezeket próbáljuk majd minden jobban leredukálni. Jó! 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 J